Szintet lépett a Xeropán. A játékos idegen nyelv tanulást segítő magyar fejlesztésű alkalmazás a hazai közoktatásban is egyre jelentősebb szerephez jut. Hogy a Xeropánnak mi köze van a Krétához, és hogy hogyan segíti a diákok idegen nyelv tanulását, kiderül a következő beszélgetésből. Vendégem a stúdióban Miholis Zoltán, a Xeropán tananyagfejlesztési vezetője. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok, köszönöm szépen a meghívást. Miholis úr, hát egy kicsit ilyen sejtelmesen próbáltam a felkonferálásban fogalmazni, hogyan is kerültek önök kapcsolatba a Krétával, és hát ugye senki ne tévessze össze itt a fehér íróeszközzel ezt a történetet. Értem, hát kezdjük akkor az Ádám és Évánál, ahogy azt én általában szoktam. Tehát én annak idején egy pécsi gimnáziumban, tehát a 12 osztályos iskolában tanítottam angol nyelvet és magyar nyelvet, és így kerültem kapcsolatba a Xeropánnal, amelyet behoztak hozzánk tesztelésre, és először egy csoportban próbáltam ki, aztán több csoportban, végül első és második idegen nyelven 7. évfolyamtól 12-ig használtam, hiszen egy rendkívül jó alkalmazást ismertem meg benne. És ezért aztán nagy örömmel hallottam, amikor a Kréta elektronikus adminisztrációs rendszer és a Xeropán együttműködéséről hallottam először, és megláttam ennél is a potenciált, hiszen a Krétáról ugye azt kell tudni, hogy Magyarországon a legnagyobb elérésű elektronikus adminisztrációs rendszer, a Xeropán pedig meglátásom szerint az egyik legjobb, hanem a legjobb, ha lehet veszhetek ennyire haza, nyelvtanuló, autonóm nyelvtanuló alkalmazás. És ezek a tárgyalások eredményre vezettek, és így jött létre egy idegen nyelvi felkészítő modul nevű képződmény, amely tulajdonképpen azt tudja, hogy a Xeropánnak a leckéit, tananyagát integrálják és a Krétából elérhetővé teszik, és ezt tudja használni Magyarország valamennyi Krétát használó tanára, illetve értelemszerűen diákja, és a tanárok pedig tanítani is tudnak ennek a segítséget, tehát a Xeropánnak a feladatait ki tudják osztani a diákjaik számára, akár segédanyagként, akár házi feladatként beépíthetik érettségéről a felkészítésbe, osztályvizsgára, tematikus felkészítésre, és még nagyon sok minden másra is. Nyelvtanárként, hogyha elmondaná nagyon röviden, hogy mit tud ez az alkalmazás, nyilván nem véletlenül hívta fel a hazai közoktatás szereplőinek is a figyelmét magára. Miért integrálják ugye a Kréta rendszerbe, amihez ugye, hogyha van valakinek egy hozzáférési kódja, az onnantól kezdve szeptember 1-től ingyenesen használhatóvá válik. Így van, így van. Amit ez az alkalmazás tud, és ami a különlegesség, azt gondolom, hogy abszolút reagál a kor, a jelenkornak az igényeire, főleg ugye a post-covid időszakban vagyunk. Először is videós alapú tartalmakat kínál, amelyek mindig valamilyen élőbeszédszerű, valós élethelyzetből származó szituációkat dolgoznak fel, és ezáltal nincs tananyag jellege, de azért furfangosak ezek a leckék, hiszen valamiféle tananyag struktúrába beleilleszkednek, és ehhez kapcsolódóan lehet kiejtésleckéket, szókincsleckéket és beszélgetésleckéket elvégezni az alkalmazásban. Ezek a leckék, ezek nagyjából olyan 3 és maximum 10 perc között elvégezhetőek. Tehát a nyelvtanuló számára először is van egy szórakoztató tartalom, amelyet viszonylag gyorsan el tud végezni, és aztán tud még gyakorolni, amelyben tetszik, de nem hosszú ideig tartó. Ugye a mai fiatalok azok inkább képekben, vizuálisan gondolkodnak, ez veszi őket körül, és mobileszközöket használják leginkább, és ez az alkalmazás ennek tökéletesen megfelel. És azt gondolom, hogy tanárként a legnehezebb dolog az, hogy a diákot involváljuk a tanulási folyamatba, hogy érdekelté tegyük. És ezt a legnehezebb talán elérni, és itt gyakorlatilag könnyű dolgunk van, mert hogy a diák önmagától ezt játéknak tekinti. Maga az alkalmazás is gamifikációs alapú, és
szórakozható. Tehát mi is tanárok is úgy mondtuk, játszunk egy kicsit. És közben ugyanúgy mocsolyogtunk, mint ön, hogy oké, gyere, játszunk, és aztán közben meg azt néztem, hogy például volt olyan diákom, egy tanév alatt több mint 2400 kifejezést sajátította el a rendszer tanulság alapján. Ez nyelvtanárként és nyelvvizsgabiztosként mondom, őrült sok, nagyon-nagyon sok. És nem azért, mert én kényszerítettem, hanem egész egyszerűen, mert érdekelte, és foglalkoztatta, és akart fejlődni, ugye szintlépési lehetőség és más hasonló mentén. Tehát ez benne a csavar, hogy gyakorlatilag a diákok úgy tanulnak, hogy szórakoznak közben, és szinte észrevétlenül játékosan sajátítják el a... Abszolút. Tehát ez számukra ez nem munka, nem nyelvtanulás, hanem játék. Egymással versenyeztek, heti verseny van benne. Tehát, hogy azzal szórakoztak, hogy legyőzzék a másikat, és közben én mosolyogtam a legszélesebben. Hány embert von be ebbe az alkalmazás használatba ez a lehetőség? Ugye ez egy bárhol letölthető alkalmazás, ugye a Seropán, amelynek van a világ 170 országban több mint 2 millió felhasználója. 170? Igen, 170 országban, és ugye 17 nyelven tanítunk nyelveket, ami azért meglehetősen kitágítja a potenciális ügyféltkört. És úgy csendesen megjegyzem, hogy 4,7-4,8-as átlaga van az ötös skálán az ilyen alkalmazást letöltő platformokon, ami azt gondolom, hogy jónak számít. Ami pedig Magyarországot illeti, hát gyakorlatilag itt millió fölötti diáklétszámról beszélünk, és ne feledjük el, hogy a tanárok, ugye az angol és a német nyelvet lehet tanulni ez az alkalmazással a Krétán belül. Nem csak a nyelvtanárok számára, az angol és német tanárok számára elérhető, hanem bármelyik tanár tud ezzel a nyelvvel akár autonómon tanulni. Mennyire tudja ezt kiegészíteni a különböző iskolákban folyó idegen nyelvi képzéseket? Mennyire integrálható ez be abba a tananyagba, amit így is úgy is, de el kell sajátítaniuk adott évfolyamon a diákoknak? Hát mivel, hogy teljesen kezdőtől egészen a felsőfokú nyelvvizsga szintjéig tartalmaz több mint 3 évnyi tananyagot angolból és középfokú nyelvvizsga szintjéig, emelt szintű érettségi szintjéig németből, több ezer leckével azt mondhatom, hogy meglehetősen jól integrálható. De hogyha ez, hogy ne csak az én szavam legyen a mérvadó, a nemrégiben elkészült egy fejlesztés, amelyben a Nemzeti Alaptanternek a tematikus struktúra, hogy meghatározzák azt, hogy 6., 7., illetve 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. évfolyamon milyen témákat kell feldolgozni, az milyen altémakörökre bontva, és elkészült egy ilyen struktúra, egy ilyen szűrési lehetőség a tanárok számára. Tehát ez alapján tudom, hogy 6. osztályban tanítani, tehát első idegen nyelvet, és ebben a témában szeretnék leckét keresni, akkor ezt minden további nélkül meg tudja talán tenni a rendszerben, és fog rá találni valószínűleg. Örök téma, hogy állunk mi magyarok a nyelvtanulással, és mennyiben, nagyjából tudom, hogy milyen mutató, mennyiben segíthet ezen negatív tendencián az, hogy most már a kréta részévé válnak? Azt gondolom, ez meglehetősen közismert, hogy mi a magyar nyelv az egyik legnehezebben megtanulható nyelv a világon, és ezzel a legtöbb magyar meg is elégszik, hogy ezt elsajátítsa középfokú szinten vagy a fölött, és a többire nem jut energia. Ahhoz képest, hogy mennyi nyelvóránk van, hogy nyilván tanuljunk és tanítjuk a nyelveket, meglehetősen hátul állunk mind az Európai Uniós Összevetésben, de hogy elég kimenni az utcára, és hát van hová fejlődnünk. Ez az alkalmazás, nyilván mint nyelvtanító alkalmazás, mindenképpen segít ebben. Az, hogy az ingyenesen hozzáférhető az általános és középiskolában, ez meg magától értetően nagyon nagy potenciált rejt magában. És főleg, ez nagyon-nagyon fontos szempont, szeretik a diákok, szívesen használják. És ha valamit vele szívesen foglalkozol, akkor azzal abban előbb-utóbb fejlődni fogsz, és ha valamit fejlődsz, azt fogod tudni használni. Plusz ez az alkalmazás kifejezetten arra koncentrál, hogy használható nyelvtudást adjon át a diáknak, vagy a nyelvtanulónak, amit aztán kimegy az utcára, és tud gyakorolni, vagy tud alkalmazni. Nagyon gyors példát, ugye ebben az alkalmazásban van egy úgynevezett chatbot, egy beszélgetés lecke, amikor egy kvázi robottal beszélget a felhasználó, de és ez a robot, ez egy alia, a taxisofőr, beszélgetünk orvosnál szituációban, tehát életszerű helyzeteket dolgozunk fel, amivel az utcán is találkozunk, és ezek óriási segítséget nyújtanak a diáknak. Illetve amilyen feladat esetleg várja majd a nyelvvizsgázót is élesben.
Igen, a rendszerben 24, ugye maga a felépítés a tananyag struktúrának úgy működik, hogy 13 szintre vagy modulra bontjuk szét a tananyagot, általában két modul, egy-egy nyelvi szint, és szintenként 5 tematikát dolgozunk fel, de a rendszer magában összesen 24 tematika variálódik, és nagyjából ezek így szépen lefedik a különféle nyelvvizsgáknak a leggyakoribb témáit, és erre építés. Én magam is sokszor alkalmaztam ezt egyébként tanárként, meg hát egy ilyen vizsgázatok is. Mihalis Zoltán, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.